Ma már védőfelszerelés nélkül is beléphettek a Galfut Kft. Ceglédi úti telephelyére a katasztrófa védelem szakemberei, akik folyamatosan ellenőrizték az területét. Szerdán figyeltek fel a Hunyadi város és a Vacsi közlakói arra, hogy furcsa, büdös vegyszer szakterjenk. A Hunyadi városban, a Szivárvány utca környékén ö, éreztük este, amikor hazajöttünk, kicsit szúrósabb volt a levegő, mint korábban szokott lenni. Milyen jellegű volt a bűz? Mi ammóniaszagot éreztünk konkrétan. Stábunk ma elment a helyszínre és igyekezett utána járni pontosan milyen meghibásodás történt. Arra is kíváncsiak voltunk, hány ember élete forgott veszélyben az üzem területén belül és kívül egyaránt. A katasztrófa védelem munkatársai jelenleg is dolgoznak a galfút Ceglédi úti telephelyén, mint ahogy ez itt mögöttem is láthatom. Amennyire a szentanúk elmondása alapján tudjuk, tegnap délután kiürítették a teljes üzemet, és ma délelőtt sem mehettek még be a munkások. Most azonban dél környékén már néhány munkás láttunk az üzem területére lépni, feltehetően a termelés is beindulhat. Egyelőre biztos információnk nincsen. Megpróbáltuk megkeresni a Galfút vezetőit is, akik határozottan elzárkóztak attól, hogy bármilyen információt adjanak a balesetről, illetve arról, hogy milyen anyag ki ami már csak azért sem szerencsés, hiszen a környező település részeken nagyon sokan élnek olyan ingatlanokban, amelyek tényleg közel esnek ide az üzemhez. Szerdán a mentők és a katasztrófavédelmi szakemberek is a helyszínre vonultak, miután bejelentés érkezett hozzájuk arról, hogy szúrós szagot éreznek a Ceglédi út környékén. A tűzoltók vegyvédelmi ruhában igyekeztek megszüntetni a szivárgást a Galfut Kft. telephelyén, ahonnan a bűz szivárgott. Ebben a cég szakemberei és specialistái is segítettek. Bár az ammónia nagy koncentrációban rendkívül veszélyes gáz, mint utólag kiderült, senki nem sérült meg az üzemi balesetben. A KFT telephelyén kívül a lakosok sem voltak veszélyben. A katasztrófavédelmi védelmi mobil labor folyamatosan méréseket végzett az üzem területén kívül több ponton is. A mérések azt mutatták, hogy az egészségügyi határértéket meghaladó veszélyes anyag nem került a levegőbe, lakosságvédelmi intézkedéssel nem volt szükség, személyisérülés nem történt. Mint megtudtuk, hasonló esetekben a katasztrófavédelem védelem szakemberei azonnal megvizsgálják, hogy a lakosságra veszélyese a szabadba jutott vegyi anyag. Amennyiben igen, haladéktalanul intézkednek. A tűzoltók jelenleg már csak a károk helyreállítását felügyelik a cég területén, és a munkálatok végéig jelen lesznek. E-mailben megkerestük a Galfut Kft. vezetőségét, ám kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ.